Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége január 14-én vehetett át kitüntetést Soltész Miklóstól, a miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárától, amelyet védőnőként tanúsított önzetlen, maximális hivatás tudatának elismeréseként kapott. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégemet, Katona Csabáné, területi védőnőt. Én is köszöntöm a nézőket. És először is hagy gratuláljak ehhez a hatalmas elismeréshez és kitüntetéshez. Ugye ezt minden évben három védőnő kapja, és ebben az évben ugye a háromból kettő rákosmenti volt, ugye ön volt az egyik. Mit jelent önnek ez a díj? Hát én azt mondom, hogy erkölcsileg egy nagyon nagy elismerés, hogy a munkáját az ember jól végzi. Mert mondjuk a szülőktől is megkapjuk ezt az elismerést, és ez is nagyon fontos, hogy a szülőknél érezzük azt, hogy amit csinálunk, azt érdemes csinálni, érdemes folytatni, érdemes az a sok-sok idő, beszélgetés a szülőkkel, hogy a gyerekek minél problémamentesebben nőjenek fel, de ez valahogy egy kicsit még annak bizonysága, hogy azért tettünk valamit az asztalra. Én biztos vagyok benne, hogy nem ezért csinálja ezt az egész szakmát, hanem mert imádja és nagyon szereti, de ilyenkor azért egy picit megáll az ember és átgondolja, hogy valóban ez egyfajta ilyen szakmai csúcs, vagy egy ilyen íja pontra, vagy nem tudom. Hát azt kell, hogy mondjam, nem nagyon volt időm erre úgy leigadni, mert a munka megy tovább, csinálni kell, ami elő van írva, és feladatok állnak előttem. Most is fogok kezdeni egy szülésfelkészítő foglalkozást. A régieket folyamatosan csinálom. Az újszülötteket ugyanúgy meg kell nézni, az új várandósokat ugyanúgy fel kell venni, és foglalkozni kell vele. Azért otthon a férjemmel ilyen, meg családi körben ilyen beszélgetéseknél azért mindenkitől megkaptam azért egy az elismerést. A szüleim meg fantasztikusan boldogok voltak, hogy hát ilyen úgymond díjat is kaptam életem során. Na de akkor utazunk vissza az időbe egészen gyermekkorig, és ugye, hogyha már szülők, akkor milyen volt ez az időszak, hogyan emlékszik erre vissza? Ugye a Tatabánya közelében nőtt föl egy községben, vagy egy kis faluban. Felhőtlen gyermekkora volt? Igen, nagyon szép gyerekkorunk volt húgommal, aki másfél évvel fiatalabb nálam. Ő is itt él Pesten, ő laborba dolgozik, laborasszisztensnő. Édesapám, ő erdész volt. Anyukám meg varrónő, nagyon egyszerű családban nőttünk fel, de annál nagyobb szeretet volt a családban. Tehát az én szüleim is mindig segítettek másokat. Tehát valahogy ez szerintem gyerekkorból így ezt kaptam örökségül, úgy mondom, és nagyon nagy természetközeliségben voltunk, mert apu mindig vitt bennünket az erdőre kirándulni, ismertük a fákat, a madarakat, a növényeket, tehát nagyon sokat kaptunk tőlük, és nagyon szép gyerekkorunk volt, és még ők élnek is, 93 éves édesapám, és 86 az édesanyám, és bizony minden második héten megyünk le hozzájuk vidékre, és együtt töltjük az időt velük hétvégén. Én pedig további nagyon jó egészséget kívánok nekik természetesen. De örülök, hogy említette ezt, hogy akkor már ezek szerint valóban ez a fajta önzetlenség itt elkezdett kialakulni, illetve igen, másokkal való törődés? Igen, igen. Ezt így, ahogy mondja, mert például a utcabeli kis gyerekekre, ha a szülők elmentek vásárolni, vagy valami elintézni valójuk, komolyan szívesen rám bízták a gyerekeket, és én játszottam, és vigyáztam rájuk. És valahogy ez már innen kezdődött szerintem, megalapozta az életemet, hogy nekem erre kell, erre van hivatásom, és ezt szeretném majd a későbbiekben is csinálni. És a mai napig nem bántam meg, hogy én ezt a pályát választottam, mert nagyon sok örömet kapok a szülőktől, visszajelzést, hogy volt értelme, milyen jó, hogy mentem, átsegítettem a nehézségeken őket, nagyon nagy elismerés ez egy védőnőnek. Kicsit akkor ugorjunk az időbe, és hogyan jött a végleges elhatározás, hogy majd ugye Budapestre is fölkerül, és hogy akkor ezt a szakmát fogja választani? Hát olyan vékony kislány voltam gyerekkoromban, hogy féltettek a szüleim, mert Tatabányára kellett volna bejárnom egészségügyi szakközépiskolába, és úgy hajnali vonattal, késő esti vonattal kellett volna jönni, és így a nagynénémhez kerültem, akik itt laktak Pesten. Unokatestvéremék meg mindig nyárunk nyaraltak, nyáron meg téli szünetbe. Tehát olyan két fiú volt, hogy mi négyen voltunk testvérek, úgymond. Úgyhogy én így kerültem Budapestre, és így kerültem a Semmelweis Ignác egészségügyi szakközépiskolába, és náluk laktam, amíg középiskolába jártam.
Itt ki az, akinek nagyon sokat köszönhet, mondjuk, vagy nehéz lenne egy valakit kiemelni? Hát szerintem a nagynénéméknek is nagyon sokat köszönhetek, mert ami nehezen ment, akkor mindig segítettek, tanultak velem, ha kellett, kikérdeztek, ha kértem őket, és szerintem a továbbtanulásban is őnekik nagy szerepük van, hogy én nem álltam meg azért a középiskolai, azt hiszem csecsemőgondozó és gyermekápolói végzettségem volt így, de én még szerettem volna tovább tanulni, és ebben ők nagyon támogattak, hogy igen, menjek még tovább, és így kerültem a Budapesten a védőnőképző, akkor még nem főiskola volt, hanem védőnőképző, és ott végeztem 74-ben. Más hivatás egyébként nem is került szóba? Tehát ennyire egyértelmű volt, hogy ezt az utat fogja követni? Ennyire egyértelmű volt. Nem is választottam semmilyen más pályát. Én úgy gondoltam, hogy ez nekem való pálya. És valahogy az évek azért ezt igazolták, hogy nem választottam rosszul. Ugye rengeteg fontos és jó tulajdonság kell ez a szakmához. Én most például csak a felelősség teljességet próbálnám itt kiemelni vagy hangsúlyozni. Ez nagyon fiatalon kialakult már önben? Tudom, hogy már beszéltünk erről a bizonyos gondoskodásról. Igen, szerintem az embert, ahogy gyerekkorától kezdve is otthon a családban megbíznák különböző feladatokkal, felelősségteljesen elvégzi. Mai gyerekekkel is ezt kellene csinálni, hogy legyen otthon is feladata a gyerekeknek. Én például szerettem főzni, szerettem az apukámmal szerelni, a kertbe dolgozni, kapálni, szőrőt kötözni, meg egyebet, amit egy mondjuk vidéki faluban mindenkinek van, ilyen kis kertje, és kellett csinálni. És ez valahogy így mindig jött velem, hogy ami feladat előtt állok, azt el kell végezni, de megpróbálni maximálisan elvégezni. És maga bizalomnak a kialakítása az is nagyon könnyen ment az emberekkel, vagy könnyen megy önnek? Hát ennyi év után már azért elég könnyen elérem, úgymond, de van olyan szülőpár, vagy anyuka, édesapa, aki ezt kicsit nehezebben tud oldódni, nehezebben nyílik meg. Hát mindent el kell követni, és magamat elfogadtatni elsősorban, és aztán majd jönnek a kérdések, és mernek kérdezni. És akkor kicsit kanyarodjunk vissza a főiskolát, vagy akkor még ugye nem főiskolát követően, de ugye a munkába állásra vonatkozólag. Naplás úti gyermekrendelő, de nem itt kezdett, pontosan hol? Igen, 1974. szeptember 1-én kezdtem a Süllyedő Kastély nevű Rákos Csabai rendelő, akkor még ott volt. És ott kezdtem el dolgozni, nagyon helyes, nagyon jó kolléganőkkel, idősek is voltak, nagyon sokat lehetett tanulni tőlük, szakmailag is, emberileg is, és aztán 76-ban férhez mentem, 77-ben szültem az első kisfiamat, és 78-ban már a naplásúti rendelőbe mentem dolgozni, mert az közelebb, lakásunkhoz közelebb volt, és ott volt üresedés, úgyhogy ott kezdtem, és azóta is ott dolgozom. Emlékszik még egyébként az első munkanapokra? Nagyon izgult? Nagyon, 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 nagyon izgultam. Sok támogatás kellett, de föl kellett nőni a feladathoz, és meg kellett szólalni, és kérdezni kellett a szülőtől, és bátorítani kellett, és jöttek a napok, és egyre jobban ment. Hát persze ennyi év után már azt mondja az ember, hogy ez könnyű, de azért nem olyan könnyű volt az egy fiatal, 20 éves lánykának tanácsot adni gyereket nevelő, vagy gyereket váró szülőnek, párnak. De hát a tanulmányaink azért elég jók voltak, tehát sok mindent tudtunk. Ha valami nem sikerült úgy, vagy nem tudtuk rá a választ, akkor megkérdeztük az idősebb kolléganőket, vagy a gyerekorvosokat, vagy elővettük a szakkönyveket, de mondjuk rossz tanácsot nem szabad adni. Ha bizonytalan az ember, akkor mindig azt kell mondani, hogy bizony utána nézek, és amikor megvan a jó válasz, akkor, és ezt becsülik a szülők, és tisztelik, és azt mondja, hogy nem vagdalkozik az ember különböző jó tanácsokkal, ami nem is biztos, hogy be fog jönni, mert nem is úgy történik. Úgyhogy hát ezt meg kell tanulni. Ez is egy olyan pálya, úgy gondolom, hogy amíg dolgozunk, mindig tanulunk. Mert mindig lesznek új dolgok, új felfogások. A táplálásban már nem tudom hányszor változott a táplálási hozzáállás, hogy mit kezdjünk, mivel kezdjünk, hogyan etessük a gyerekeket, ami elsősorban persze az anyatej, az a fő
tápláléka egy csecsemőnek. Valóban öröm hallani tényleg ezt az önzetlenséget, ezt az alázatosságot tényleg az egész szakma iránt, és részben, vagy nagy részben ugye ezért is kapta ezt a bizonyos elismerést, illetve szerintem még azért is, mert rengeteg fontos kezdeményezés sikerült elindítania. És akkor nézzünk néhányat, például itt elsőként kezdeném ugye a szoptatás támogató anyacsoporttal, amit létrehozott. Hogyan jött ennek az ötlete? Hát az ötlet onnan jött, hogy én 1993-ban, ha jól emlékszem, a kerületi vezetővédőnő megkérdezte tőlem, hogy elmennék-e egy ilyen szoptatási tanfolyamra. Hát ugye addig is a védőnő a szoptatást nagyon preferálta is, az anyateljes táplálást, de hogy egy új felfogás, és hogy elmennék-e, ez egy hetes továbbképzés volt, és mondtam, hogy nagy örömmel is, szívesen megyek, na most egy hétig bizony csak másról se volt szó, csak a szoptatás, a merre helyezés, meg mit tegyünk, hogyan tegyük, és amikor visszajöttem a azzal engedtek el bennünket a vizsga után, hogy mindenki a saját kerületébe hozzon létre egy ilyen szoptatás támogató baba csoportot, vagy baba anyagyerek csoportot. És hát én megfogadtam akkor ezt, hogy bizony én el fogom indítani. Hát először furán néztek rám gyerekorvosok, védőnő kolléganők, hogy mit szeretnék én az igény szerinti szoptatással, és hogy nem érjük a gyerekeket állandóan, hogy mennyit szopik. De ha mondtam, hogy ha ez az elméletben is működik, akkor a gyakorlatban is fog működni. És az első pár anyukám, még ma is emlékszem rájuk, meg azok gyerekeire, hogy kik voltak, és hogy valahogy megfordult bennem a világ ezzel a szoptatási kérdéssel, és jól működött, és így jöttek az anyukák a szoptatás támogató baba csoportba, ott sokat beszélgettünk, és valahogy ez így nőtte ki magát, mert először csak havonta egyszer volt egy ilyen összejövetelünk, aztán már két hetente volt, mert annyira igényelték, hogy folyamatosan tudjunk erről a témáról beszélgetni. És tulajdonképpen ehhez lehet kötni az anyateljes világnapnak, mint a megrendezését is, mert ugye ebbe is egyfajta úttörők volt. Igen, igen, hát nem is tudom, hogy talán az is 93-ban kezdődött el, hogy a főváros is megrendezte, és az egyik kolléganőmmel elmentünk a fővárosi rendezvényre, és mondtuk, hogy nekünk ezt helybe kell megcsinálni, mert a 17. kerületben az anyukák nem fognak beutazni az 5. kerületi megrendezésre, hanem ezt nekünk helybe kell. És akkor a kolléganő felvállalta, a Vágányné Marika, hogy megszervezi, úgyhogy egy jó pár évig ő szervezte ezt az anyatejnapi rendezvényt, ami nagy sikert aratott mindig, mert rengeteg szülő jött, rengeteg gyerekkel, nagyon sok hasznos előadások voltak, programok, tanácsadások, bemutatók, és amikor elment tőlünk Vágányné Marika másik munkahelyre, akkor én vettem át ennek a rendezését, és hát tizen nem tudom hány évig csináltam. Én is. Most meg már így átadtam a fiatalabb generációnak, de változatlanul megrendezzük minden évben. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdésem, de hogyan volt ideje ennyi mindenre? Hát nem 8 órában, hanem azért ezt a szabadidőből is el kellett vonni, vagy jól. Egy védőnőnek nagyon jó kell, hogy mondjam, logisztikázni, hogy mikor, hova megy, mennyi időt szán erre, arra. Tehát jó, be kell osztani az időnket. És aki úgy gondolja, hogy csak úgy sétafikál a védőnéni, hát az nem így van, hanem mellette sok mindent meg kell csinálni, míg egyik háztól a másikig eljutunk. De nagyon sok jó, hasznos információt kapnak ilyenkor még pluszban a szülők, akár a szoptatással, vagy a gyerekneveléssel, vagy a fogászati kérdésekkel, fogápolással kapcsolatban, táplálkozással kapcsolatban. Rengeteg hasznos előadást szerveztünk, meg szervezünk szerintem az idén is majd. Bocsánat, az érdekes, hogy ez a fajta állandó kreativitás, ötletelés, úttörés, vagy nem tudom, hogy használtam ezt a kifejezést az előbb, ez mindig is jellemző volt önre az egész munkájában? Igen, igen, igen. Én nem ismertem lehetetlent, szóval mindig megpróbáltam, és ezt próbálom a szülőknek is átadni, hogy nagyon kreatívnak kell lenni egy gyerek vállalással, vagy egy család alapító párnak, hogy mikor mit tudnak, vagy hogyan tudják a gyereket jól irányítani, hogy ne az a nem legyen ott, hanem valahogy egy kicsit máshogyan megfogalmazva, hogy elérjék az jó célt a gyerekükkel, hogy okos, értelmes gyerek legyen belőle, de hát nevelgetni is kell, az így van.
De az első lépés a születés, és ha jól tudom, akkor ugye ebbe is nyújt segítséget pároknak, egyfajta ilyen szülésfelkészítő foglalkozásokat. Ezt pontosan hogyan kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem folyamatos ez a szülésfelkészítő program, hanem hát van 10-12 új felvételes kismama, aki első babáját várja, és akkor úgy gondolom, hogy na most itt az idő, hogy megint egy ilyet csináljak, ami egy 5 alkalmas foglalkozás, benne van a kelengye összeállítás, hogy a lakásba hova tegyük a kis ágyat, és mit vásároljunk, és mit nem érdemes vásárolni. Szülésről természetesen az egy nagyon nagy anyag, hogy mi történik egy élettani szülés. Utána a szoptatásról kell sokat beszélni, hogy ugye megszületik a baba, de mindjárt merre tesszük, minél előbb, már az első órába. Nagy sokat nyer a kisbaba, meg az anyuka is ezzel. Aztán fürdetünk, bőrápolás, öltöztetés, hogy fogja meg az anyuka a babát, hiszen van olyan család, ahol nincs a rokonságban pici baba, hát az életében nem fogott még kezébe babát, vannak ilyen próbababáink, aminek még súlya is van, és akkor azt úgy gyakorolgatjuk, hogy hogy emeljük föl, hogy tesszük tisztába, hogy forgatjuk meg, hogy tesszük le a kis ágyba, mikor alszik, hogy takarjuk be, sok mindent lehet erről is beszélni. Védőoltásokról nagy hangsúlyt fektetünk, a lázcsillapítás, lázmérés módja. Ez is egy nagy anyagrész, babamasszázsról szoktunk egy kis bemutatót tartani, hogy mondjuk az első a pocakfájásra milyen masszázsgyakorlatokat lehet csinálni, aztán majd utána megtanulják a későbbiekben is az anyukák a babájukkal együtt, hogy hogyan lehet az egész testet így végig masszírozni. Apróbb cseprő kis eltérések, így a hasfájás, a fogzás, a bőrelváltozások, egyéb juttatások, és akkor még mit hagytam ki? Talán a légzésfigyelő használata, újraélesztés, ami megint csak úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudják a szülők, hogy ha baj van, akkor mit csináljanak, és hova forduljanak, vagy mit kell azonnal tenni. És ez egy 5 alkalmas foglalkozás, amire jöhetnek az apukák is, és szoktak is jönni, de az anyukák nagyon szívesen jönnek, és ezt nagyon időbe kell elkezdeni, tehát nem a szülés előtti első vagy utolsó 2 hétben, mert akkor már nem befogadó a kismama erre, akkor már csak a szülésre gondol. Tehát így a 31-32. Hétig ennek meg kell, hogy történjen. Valóban elképesztően sok az a fajta és széles az a tudás, amit ez így lefed, vagy tudnivaló tulajdonképpen, és hogy említette, ez az egész szakma is egy életen át való tanulás, hát a gyermeknevelés is egy életen át való feladat tulajdonképpen. Kicsit megint menjünk tovább, ugye 2014-ben vonult nyugdíjba, legalábbis igen, átmenetileg, ugye, mi az, ami egészen sokáig itt a naplásúti rendelőbe tartott önt, egészen ugye 2014-ig első körben, és utána még gyakorlatilag a mai napig is? Hát szerencsém volt, nagyon régi rendelőnk volt, és 2014-ben kezdték, vagy 15-ben felújítani a rendelőt, de nem azért jöttem el. Hát igazából úgy gondoltam, hogy a nyugdíj kiszámításom miatt hát most elmegyek nyugdíjba. Akkor még úgy tudtuk, hogy nem jöhetünk vissza dolgozni, de én biztos, hogy kereste volna akkor is valami olyan elfoglaltságot magamnak, mert még úgy gondoltam, hogy én még azért erre többre vagyok hivatott, és nem szeretnék csak otthon lenni. Viszont már január 5-ével ismét a naplásúti rendelőbe dolgoztam, mert visszahívtak, hogy nem jönnek új fiatal kolléganők, hogy nem jönnék-e vissza dolgozni, és akkor hát persze, hogy örömmel igent mondtam. Nem is gondolkoztam rajta, megmondom őszintén. És akkor már a tavasszal, 2015 tavaszán visszaköltöztünk egy nagyon szépen felújított új rendelőbe. Úgyhogy volt részem egy nagyon régi rendelőben is dolgozni, most meg egy gyönyörűen felújított, és tényleg mindennek van helye, jó a felszereltsége, bőven elférünk. Valóban van egy nagyon komoly rálátása erre a szakmára, és nagyon sok változást ugye megélt az évtizedek alatt. Ha 2020-at nézzük, akkor így összehasonlítva a kezdetektől, nagyon sok változáson ment keresztül ez a szakma? Nagyon sok változáson, mert az első időben, 74-ben például mi csak látogattunk, meg a tanácsadás volt orvossal együtt. Ehhez képe, sőt, még mi a betegrendelésen is részt vettünk, mert az akkori gyerekorvos azt mondta, hogy így tanuljuk meg
a betegségeket is, és valóban igaza volt, mert nagyon sokat tanultunk azért a gyakorlatban, hogy egy tonzilitis, egy torokgyulladás, vagy egy pörgőgyulladás, vagy egy gégegyulladás, vagy egy hasmenésnél, hogy mit kell csinálni egy szülőnek, és ez valahogy úgy belénkivódott. Tehát nem volt az rossz, hogy a betegrendelésen is részt vettünk, de ugye ez nem volt közvetlenül a védőnői feladatok közé. Rengeteget látogattunk, rengeteget. Hát abban az időben 10-12 újszülöttünk volt egy hónapban, egy védőnőnek. Körülbelül 30-40 várandósunk volt. Ehhez képest most, ha 17-20, akkor azt mondom, hogy ez már nem rossz. Tehát sokkal több gyerek volt a 70-es években, mint amennyi most születik. Visszatérve, tehát a látogatás adta meg a tanácsadás a főirányzatot. Ehhez képest a mai viszonylatban viszont rengeteg szűrővizsgálatot végzünk, amit a rendelőbe kell, hogy végezzünk, mert számítógépen kérdéseket teszünk föl, megnézzük a gyerekeknek a mozgásfejlődését, a testi fejlődését, a látását, a hallását, az egyebeket, és nagyon gyakran történik ez, tehát többet találkozunk a szülőkkel, a gyerekekkel a védőnői szolgálatnál. Az orvosi tanácsadáson már nem veszünk részt, tehát csak a védőnő a saját körzetében élő gyerekeket gondozza, és akkor látogatja is a várandósokat, meg a csecsemőket, vagy esetleg a problémás, veszélyeztetett gyerekeket, akár szociális okból, akár egészségügyi okból, azokat mondjuk sűrűbben nézzük, tehát sokkal kevesebb idő jut az otthoni látogatásra. De az az igazság, hogy a tanácsadás alatt is időt kell szánni azért a szülőkre. Tehát ez nem megy 10 perc alatt, mert különben nem derülnek ki a problémák. De azért ennyi minden után, csak hogyha röviden válaszol, akkor azért jó védőnőnek lenni 2020-ban? Most is azt mondom, hogy jó. Nagyon jó. Én a mai napig élvezem, és úgy megyek be dolgozni, hogy milyen kihívások állnak a mai napra, hova megyek, megtervezem előle. Van olyan, amikor át kell terveznem a napomat, mert mondjuk egy problémás kisbaba hazajön a kórházból, vagy egy anyuka beszól, hogy begyulladt a melle, és mindig az elsőbséget élvez az a munka, ahol azonnal ott kell lenni az embernek. A következő kérdésemet úgy fogom föltenni, hogy mindenképpen azt kívánom, hogy minél tovább aktív maradhasson a munkájába, de mit gondol arról, mikor fogja azt érezni majd, hogy valóban nyugdíjba szeretne vonulni? Hát ezt úgy kérdezgették tőlem, hogy meddig szeretnék dolgozni. Például itt az Újlak utcában is volt egy édesanya, aki szeretne második gyereket, és valahogy így többször beszélgettem vele elég sokat, ilyen egyéves körüli kislánya van, és hogy terveznek második babát, és hogy én meddig leszek, mert hogy ő úgy szeretne, hogy én kísérjem így végig. Hát nem tudtam azért neki megígérni, mert az Újlak utcában talán őszig helyettesítek, és utána már csak a saját körzetem marad, mert azért így azért már ez fárasztó. Tehát azért sok egy idegen körzetben, egy másik körzetben, még akkor is, ha csak felét csinálom én, másikat az egyik kolléganőm, azért az plusz feladat. És viszont itt sem mondhatom azt a szülőknek, hogy bocsi, én csak helyettesítek, és nem tudok rád annyi időt szánni, mert ugyanannyi időt szánok az itteni szülőkre és gyerekekre, mint a napláson a fő gondozottaim körében. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni. Ha az egészségem engedi, amit most úgy érzek, hogy igen, még engedi, lábaim bírnak, tudok menni, sétálni, meg a gyerekekhez lehajolni, vagy legugolni. Nem érzem azt, hogy ez már nem én vagyok, mert azt megfogadtam magamnak, hogy akkor már felállok, ha én már nem tudom ugyanezt teljesíteni, mint az eddigi életem során, akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy a pihenésnek kell, hogy szánjam magam. Reméljük, hogy azért ez minél később fog majd eljönni, vagy bekövetkezni, és tényleg csak nagyon röviden zárásként, ugye annyit beszéltünk a múltról, meg a jelenről, most egy picit még a jövőről is, de akkor a távolabbi jövőről milyen tervei vannak még? Hát ugyanilyen lelkesedéssel folytatni a munkámat, az fő feladatomnak érzem, hogy nagyon élvezem a szülőkkel való beszélgetéseket. Mindig van értelme, hogy az ember időt szán egy szülőre, meg egy gyerekre. Szeretném az unokáimat látni, hogy milyen okosak és aranyosak, 3,5 éves és 7 évesek az unokáim.
szüleimet minél tovább aránylag egy jó egészségben látni, és ameddig lehet velük lenni, ez nagyon nagy kihívás még nekünk, és hát azért is megyünk olyan sűrűn, hogy amíg élnek ők, addig minél többet velük legyünk, és együtt örüljünk, és ők is örüljenek annak, hogy az unokák is nőnek, ők is jönnek mindig ilyenkor, és nagy öröm, mikor így együtt a család. Én pedig a beszélgetés alatt nem győztem hangsúlyozni, hogy valóban nagyon jó volt hallgatni azt, hogy milyen odaadóan beszél erről a szakmáról. Én még egyszer szeretnék gratulálni az elismeréshez, nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!